Őszinte. Napra kész. Hiteles. Ezentúl Magyarország egyik legszebb stúdiójában vitatjuk meg a közélet mindenkit érintő kérdéseit. Kapcsoljon a megújult Echo TV-re. Echo, a nemzet hangja. Budapest és Bécs között rengeteg témakörben, főleg a külpolitika terén volt egyetértés, az osztrák kancellár ki is twittelte a találkozó után Magyarország fontos partnere Ausztriának. Két vendégem többek között ebben a témában, Póca István, a századvég alapítvány vezetőkutatója, illetve Deák Dániel a Figyelőtől, a főmunkatárs. Szervusztok, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, nektek. Sziasztok! De adódik a kérdés, hogy milyen következtetést lehet levonni ebből a keddi találkozóból. Ugye a V4-ek egy külön csoportot képez, Ausztria jelen pillanatban kívül van ezen a csoporton, de a V4-ek, illetve Magyarország szövetségese találta Ausztria személyében ezekben a témákban. Így van, röviden és többen, hogyha azt akarjuk foglalni, akkor valóban, ahogy te is mondtad, ez a legfontosabb üzenete ennek a találkozónak. És van egy másik nagyon érdekes kérdés méghozzá, az egyébként, ami főleg a baloldal és liberális médiában elindult. Egy olyan alternatív valósággyártás és narratíva gyártás indult el, hogy itt a két ország között, Magyarország és Ausztria között komoly feszültség van, vagy komoly feszültség lesz két dolog miatt, ugye a családtámogatások ugye miatt, másrészt pedig a Paks 2 beruházás miatt. A két vezető, ugye az osztrák kancellár és a magyar miniszterek viszont nagyon jól elmondták, hogy alapvetően a legfontosabb kérdésekben, a migráció kérdésében, az Európai Uniónak a működéséről, meg az Európai Uniónak a kérdésében alapvetően a két ország egységben van, egy irányba képzelik el a jövőt, egy irányba képzelik el azt, hogy mit kell tenni Európának, mit kell képviselni Európának, és azok a kérdések pedig, amikben egyet nem értés van, azt pedig úgy kezelik, hogy nem bilaterális, tehát nem úgy tekintenek rá, mint hogy két ország közötti feszültség és probléma, hanem úgy tekintenek rá, mint egy jogvita, amit az Európai Uniós jognak a mesdjéjén kell tulajdonképpen majd valamilyen módon rendezni a két országnak, és ilyen módon kell ezekre a kérdésekre megoldást találni. Ami érdekes volt, és még hasznos egyébként megemlíteni ebben a kontextusban, hogy szintén arról beszéltek sokan, hogy itt a Visegrádi négyekhez kellene, vagy legalábbis, hogy valahogy integrálni kellene Ausztriát. Ugyanakkor ez látszik egyébként is, hogy sem az osztrák részről, sem pedig a Visegrádi részről nem cél, és ez is egy félreértelmezés ennek a találkozónak, mert nagyon jól együtt tud működni ezek az országok, anélkül, hogy úgymond egy teljes kerek formában, és azért nem mondom intézményesített formának, mert ugye a Visegrádi együttműködés sincs intézményesítve, de hogy egy ilyen formában működjenek együtt, hanem bizonyos kérdések van, amiben egyet tudnak érteni, ott együtt szavaznak, amiben nem ott más az álláspont, de a legfontosabb üzenet, ahogy te is elmondtad, az, hogy az alapvető kérdésekben egység van az országok között. De ez már korábban is kiderült, amikor itt volt a lengyel miniszterelnök, ő is megfogalmazta, vagy ők is megfogalmazták, hogy a V4-eket nem kívánják bővíteni, elfogadják a külső támogatást. Sebastian Kurz, illetve Strache, az osztrák szabadságpártnak az elnöke szintén ugyanerről beszélt, tehát teljes egység volt ebben a kérdésben. Ausztria nem akar ilyetén formában beavatkozni, vagy belépni a V4-ek mellé. De ha már szóba hoztad itt Paks, illetve a családtámogatásnak a kérdését, ez utóbbival kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök kint Bécsben, illetve itthon pénteken a Magyar Rádiónak is nyilatkozott, most egy rövid bejátszó fog következni ezzel kapcsolatban. Ami a vitát illeti, 81 néhány ezer magyarról beszélünk, tehát nem gyerekség. Sok emberről beszélünk. A számokról persze különböző eltérő becslések léteznek, de én nagyjából így számolok, hogy lehet ebben a tehát több tízezres nagyságrendben van olyan magyar ember, aki Ausztriában dolgozik, befizeti a szociális járulékot, amit az osztrák törvények szerint be kell fizetnie, pontosan ugyanúgy fizeti be, mint egy osztrák ember, majd ezek után azt mondják neki, hogy a neked járó családi pótlék azonban kevesebb lesz, mint amit egy osztráknak fizetünk. A magyar álláspont szerint ez diszkrimináció. No, például ez a tárgykör mennyire lehet
teher a két ország kapcsolatában a jövőt illetően? Dani? Mostani egyeztetés során egyértelmű vált, hogy ez nem lesz olyan kérdés, ami elmérgesíteni a két ország között a kapcsolatot. Tehát Sebastian Kurz nyíltan megmondta ott egy újságírói kérdésre, hogy ebből ők nem akarnak politikai ügyet csinálni, hanem sokkal inkább ilyen technokrata szemlélettel tekintenek erre a kérdésre, tehát próbálnak egy olyan szabályozást létrehozni, ami tényleg mindenkire egységesen vonatkozik, és a magyar félre konzultálva fogják ezt az egész folyamatot végrehajtani. Tehát látszik az, hogy az osztrák fél, az osztrák kormány nem akar ebből az ügyből egy olyan konfliktus generálni, ami mondjuk a két országnak a kapcsolatát elmérgesíteni, és Sebastian Kurz még visszautalva István szavaira egyértelművé tette, hogy egy híd szerepet szeretnek képviselni Kelet-Európa és Nyugat-Európa között. Tehát a vitás kérdésekben egyértelműen egy közvetítő szerepet szeretne felvenni Ausztria. Ezért nagyon fontos az, hogy most ez a találkozó létrejött, és egyértelművé tették, hogy a visegrádi négyeknek a szövetséges lett most Ausztria. Hát a külföldi sajtó, tehát az ausztrián kívüli sajtó, valamint a német sajtó is úgy tekintett erre a találkozóra, most egy rövidke kis idézet, Kurz nem rímelt teljesen harmonikusan Orbán Viktorra, nyitva maradt számos kiskapu retorikai szinten, legalábbis ők ezt így fogalmazták meg, ti is ezt látjátok, vannak még azért elvarratlan szálak? Ahogy mondtam, a fő kérdésekben igazából nincs, tehát az látszik, hogy a migrációban teljes egyetértés van, és a nagyjából egyetértés van az Európai Unió jövőjével kapcsolatos elképzelésekben. Nyilvánvalóan Ausztriának a külpolitikai hagyományai miatt is azért egy másfajta szerepe van ebben a kérdésben. Egyébként maga Sebastian Kurz ki is fejtette az elmúlt időszakban, hogy azon az állásponton van, azt az álláspontot képviselni, hogy bizonyos kérdésekben, és egyébként kiemeltek többek között a migrációt is, szerinte el kell mélyíteni az Európai Unión belül az együttműködést, tehát magasabb szintre kell lépni. Viszont más kérdéseken pedig vissza kell bontani az eddigi elért centralizációs szintet. Szóval egy ilyen köztes álláspontot foglalt el, és ahogyan Nani is felvetette, igazából nagyon jó volt, hogy ahogy a Kurz is mondta, hogy tulajdonképpen ő egy híd szerepet akar betölteni a két különböző országcsoport között, ami egyre inkább válik el egyébként egymástól, mert ugye azt látjuk, hogy van egy magországok, és ugye ezek közé csoportosulások a Franciaország és Németország, nem véletlenül pont Németországban megfogalmazták most, hogy szeretnék a német-francia tengelyt gyakorlatilag újraindítani és beindítani, hogy ők legyenek Európának a motorjai, és köréjük csoportosulnak más országok, és ugye látszik az, hogy egy kelet-közép-európai régió is erősödik meg egyre inkább, és éppen ezért szükség van mindenképpen arra, hogy legyenek olyan országok, akik mind a két irányba tudnak megértéssel nyitni, és megértéssel tudják kezelni ezeket. És Ausztria például ilyen, de nyilvánvalóan is az a legfontosabb talán, hogy olyan jelentős valóságértelmezési kérdésben, amiben a valóság talaján kell állni, mint a migráció, ott a mi oldalunkon, a magyar oldalon állnak. Oké, de azért, hogy mennyire fogja tudni betölteni Ausztria a híd szerepét, azért az még lehet kérdés, mert hogy úgy tűnik, hogy ez a Jörg-Haideri effektus azért csak bekövetkezett, mert a német sajtó betámadta Kurzot. Ugye ez volt már jóval korábban Haider esetében, ott is a németek voltak azok, akik leginkább szélsőjobboldali hangokat fogalmaztak meg Haiderrel kapcsolatban. Itt is volt szélsőjobboldalizás egyébként, Orbán Viktorral kapcsolatban is, illetve hát az osztrák kancellárral kapcsolatban is, illetve hát leginkább a Szabadságpárt elnökével kapcsolatosan. Ez a szindróma akkor most újra felütötte a fejét? Ez azért lett most Németországban téma ismét, mert Ausztria, hogy István is elmondta, nem azt a föderatív álláspontot képviseli az Európai Unió jövőjét illetően, mint mondjuk Németország vagy Franciaország. Tehát Sebastian Kurz számtalan alkalommal elmondta, hogy egyértelműen a nemzeteken alapuló Európát tekinti alapnak, és a Szabadságpárt is azt mondta, hogy semmilyen Európai Egyesült Államokat nem szeretnének létrehozni, hanem igenis egy olyan Európai Uniót kell megvalósítani, amiben erős tagállamok vannak, és csupán olyan hatásköröket kell elvonni a tagállamoktól, van értelme, és egyáltalán nem veszélyezteti a nemzeteknek az önállóságát. Tehát ebben az álláspontban Magyarország és Ausztria az közösen jár, és látjuk nagyon jól, hogy Angela Merkel, Emmanuel Macron teljesen más állásponton van ebben a kérdésben. Ezért most Ausztriát is elkezdték finoman támadni, de amit látunk Magyarországgal szemben, az a összehangolt média hadjárat, amit az elmúlt 8 évben tapasztalhattunk, az Ausztriával szemben nem fog megvalósulni, csak ilyen
finom piszkálódások lesznek majd Sebastian Kurzzal szemben. Ezzel csupán azt akarják elérni, hogy próbáljon igazodni a nyugat-európai elvárásokhoz, próbáljon megfelelni Angela Merkelnek, azonban ezt nem teheti meg Sebastian Kurz, hiszen elég csak megnézni az osztrák kutatásokat. Az osztrákoknak azért lett most ilyen kormánya, azért szavaztak ilyen nagy arányban a Szabadságpártra, hogy ne azt az utat kövessék, amit Angela Merkel diktál, és ne az a nyugat-európai irányvonal legyen a fősodrat Ausztriában, amit eddig láthattunk. De úgy tűnik azért oda csapott Kurz a sajtó visszhangok után, mert hogy néhány nappal később megüzente a belügyminiszterén keresztül, hogy már csak 50 migránst fognak beengedni Olaszországból. Tehát egyértelmű, hogy behúzta Ausztria kéziféket, és hát elképzelhető, hogy ez a balliberális sajtónak nem fog tetszeni, lesz még itt hangoskodás talán a másik oldalon. Így van, és ahogy te is elmondtad, igazából már van hangoskodás, méghozzá, hogyha visszagondolunk, nem egyszer, nem kétszer Baby Hitlerként hivatkoztak Sebastian Kurznak a személyére, ami azért hát ettől a politikustól igencsak messze áll ez a fajta, hogy nagyon nem illendő ilyen összehasonlításokat tenni. És nyilván, ahogy valóban, ahogy szigorítanak, és ilyen már tettek szigorításokat, és akkor is támadták őket, hogy először is hogy azzal kezdték, hogy 38.500-ban maximálták az egyében Ausztriába érkező bevándorlóknak a számát. Már ekkor komoly támadás érte őket. Ez most a következő lépés. Hát ez egy drasztikus húzás, azért lássuk be. Így tehát van. Itt a kötelező kvótának itt akkor Ausztria tekintetében itt és ez pontosan, véget ért. És pontosan ezt mondta egyébként el Sebastian Kurz többször is, hogy ez a kvóta mechanizmus, amit kitaláltak, kiagyaltak Brüsszelben, az működésképtelen, megosztó, és nem egy járható út, nem fogja megoldani a problémát, csak tovább viszi a problémát. Na segítsetek egy picikét megfejteni, hogyha már itt érintettük Németországot, hogy most tulajdonképpen ott mi a helyzet. Van nagy koalíció, vagy nincs nagy koalíció, lesz nagy koalíció pontosabban, vagy nem lesz, mert hogy a sajtóhírek mondanak ezt is, meg mondanak azt is, hogy már eldönt minden, talán itt a családegyesítés környékén még lehet vita a CDU-CSU, illetve az SPD között. Mi az igazság? Úgy tűnik, hogy lesz nagy koalíció, tehát az SPD és a CDU-CSU most már kötött egy olyan paktumot, amiben a vitáskéréseket valamelyest rendezték. De állítólag ezt még el kell fogadtatni. Igen, el kell még az SPD vezetőségével. Igen, ez egy nagyon fontos szempont, hogy az SPD támogatottsága a legfrissebb kutatások alapján történelmi mélyponton van, tehát az ARD kutatás alapján, ami ugye a legfőbb mérvadó kutató cél, vagy kutatása, közönkutató, na, szóval az ARD az, amelyik a legfőbb kutatásokat rendeli Németországban, és azt mutatják, hogy ez a történelmi mélypont az fogja eredményezni, és azt fogja hozni, hogy az SPD tagsága, az SPD most már egy egyértelműen azon az állásponton lesz, hogy a nagy koalícióba érdemes lesz belépni, hiszen egy előrehozott választásra sokkal rosszabb lenne nekik, mint egy nagy koalíció, hiszen hogyha most lennének egy előrehozott választást tartanának, akkor sokkal rosszabb eredményt érne az SPD, mint októberben. Tehát itt látszik azt, hogy most már egy kényszerhelyzetbe kerültek a szociáldemokraták, és rá fognak kényszerülni arra, hogy a nagy koalíciót létrehozzák. Azonban fontos hangsúlyozni, hogy ennek a nagy koalíciónak csak egy 52%-os többsége lesz a Bundestagban, tehát sokkal nagyobb zsarolási potenciál lesz az SPD-nek, mondjuk a CDU-CSU-ra is fordítva, tehát egy sokkal inkább egy kaotikus, egy kiszámíthatatlanabb időszak előtt áll most ez a nagy koalíció, hiszen ez a 2%-os többség az nagyon alacsony. Beszéltünk mi már korábban, még hetekkel, hónapokkal ezelőtt itt a német választásokat követően, hogy nem kizárt egy előrehozott választás sem. Fenntartjátok ezt az álláspontotokat, hogy bár most összejöhet a nagy koalíció, de rövid távon nem fog tudni működni a német kormány? Ez itt több lépcsős folyamat, amiben most igazából elég előre haladott állapotban tartanak. Volt egy úgynevezett közeledési tárgyalás sorozat, aminek az eredménye az általad is említett megállapodás volt. Aláírtak egy megállapodás 28 oldal, ez úgy nagyjából felvázolja azokat a kérdéseket, amiben egységbe jutottak. Az, hogy ebben sikerült megegyezni, köszönöm pedig, hogy sikerült a szociáldemokratáknak a párt küldötteivel elfogadtatni, az lehetőséget teremtett arra, hogy átlépjenek a valós koalíciós tárgyalásnak az időszakába. Itt tartunk most, és egyébként pontosan a hétvégén ér véget ez a tárgyalás alatt. Utána várható egy bejelentés, és utána pedig, ahogy utaltál is rá, valóban minden egyes szociáldemokrata párttagot meg fognak szólítani, és meg fogják őket kérni levélben, hogy szavazzanak, hogy támogatják, vagy nem támogatják. Ez 440, több mint 440 ezer ember, 440, 450 ezerhez közelít, ugyanis egy nagyon érdekes folyamat indult el a párton belül,
maga az előző fordulóban is éppen, hogy meg lett 60%-ra számítottak a támogatottságban, 54% volt a támogatottsága csak a küldötteknél, hogy folytassák a tárgyalásokat. És egy nagyon izgalmas folyamat indult el méghozzá az, hogy a JUSO, a fiatal, tulajdonképpen az ifjúsági szervezete a szociáldemokratának, az ifjú szocialisták, azok, akik folyamatosan szemben kampányolnak a nagy koalícióval, és arra buzdítják a párttal szimpatizálókat, hogy lépjenek be a pártba, és szavazzanak nemmel. Úgyhogy elindult egy ilyen verseny is tulajdonképpen ebben az időszakban, ami, hát meglátjuk, hogy hova fog eldőlni, mert a szociáldemokratáknak most a jelenállás szerint a táboruk, tehát akik ugye a pártnak a tagjai, nekik az átlag életkoruk az 60 év, és azért az idősek alapvetően a német generációban szimpatizálnak a nagy koalíciós működése, vagy eddig megszokhatták minden legyen úgy, mint régen volt gondolat. Úgyhogy ebből még egy érdekes vita, meg történet kerekedhet ki, ha sikerül a fiataloknak meghekkelni tulajdonképpen ezt a nagy koalíciót, akkor előrehozott választásokra is sor kerülhet. Most jelen pillanatban megmentette pozícióját Angela Merkel? Megmentette, de nem biztos, hogy ki fogja húzni ezt a ciklust, tehát itt most, ha meg is alakul a nagy koalíció, akkor az összes ellenfele mind párton belül, mind az SPD-ben azon fog dolgozni, hogy Angela Merkelt leváltsák a ciklus felénél, és mondjuk egy SPD-s jelölt kerüljön a helyére. Tehát Angela Merkel pozíciói az előző 4 évhez képest sokkal gyengébbek, és mint ahogy az előbb mondtam, nagyon alacsony az a többség, amit most tud produkálni a Bundestagban, tehát nagyon komoly alkukat kell majd kötnie, folyamatosak lesznek a politikai harcok, és ne feledkezzünk meg, ott van az AfD most már a Bundestagban, ők nagyon keményen fogják támadni ezt a nagy koalíciót, és ha megnézzük a kutatásokat, a német társadalom nagyon elenyésző része az, amelyik támogatja ezt a nagy koalíciós folytatást, tehát az AfD, hogyha most egy éles támadást érít majd ebben a ciklusban, akkor lesz fogadókészség a német társadalomban, és amit láttunk a választás során, hogy milliók hagyták el a nagy koalíciós pártjait, ez tovább folytatódhat, és ez most már minden alapja megvan. A kutatások azt mutatják, hogy ez a két nagy pártcsoportosulás az folyamatosan veszít a támogatottságából. Nézzük egy kicsit Amerikát. Donald Trump ugye megtartotta első évértékelőjét. Milyen kilátásokkal fog neki vágni a következő időszaknak? Mit gondoltok? Érdekes kettőséget látunk egyébként, hogy Amerikáról szóló híreket követjük. Egyrészt azt látjuk, hogy ha ránézünk a baloldali liberális sajtótermékekre, hogy itt valamilyen végső összeomlás következik be az Egyesült Államokban, világvége van, Trump belesodorja a világot egy atomháborúba, mindenki meg fog halni, minden tragédia, minden szörny, az ország összeomlik. Hogyha megnézzük azt, hogy mik az adatok, mik a valóság, akkor pont az ellenkezőjét látjuk. Trumpnak az első év az meglehetősen sikeres volt, sőt kifejezetten sikeresnek mondhatjuk. Egyrészt sikerült neki adó csomagot elfogadtatni, amelyik tulajdonképpen a legnagyobb arányú adócsökkentés, ami az Egyesült Államoknak a történelmében volt, és az elsősorban egyébként a középosztály számára hasznos, és őket támogatja ez meg. Másrészt van egy gazdaságélénkítő csomag, egyébként aminek nagyon-nagyon pozitív várakozásai vannak, és úgy látszik, hogy több mint 3%-os lesz a gazdaságnak a növekedése továbbra is. És van még egy harmadik lába méghozzá az, hogy jelentősen lecsökkent a munkanélküliség ebben az elmúlt időszakban, és bizonyos olyan kérdésekben, mint a biztonság kérdésében is sikerül kialakítani egyfajta nemzeti egységet maga mögött Trumpnak. Tehát nem szabad azokra az ilyen túlfűtött és megfontolatlan és agresszív, liberális véleményvezérekre figyelni, akik azt mondják, hogy Trump egy őrült és rosszul végzi a dolgát. Nem, a számok, az adatok azt mutatják, hogy jól végzi a dolgát, és a továbbiakban is minden lehetősége és esélye megvan arra, hogy folytassa, és csak egy nagyon érdekes kettőségre hívnám fel a figyelmet. Trumpnak volt egy fő ígérete, hogy Jeruzsálembe helyezi át majd az Egyesült Államoknak ugye a nagykövetségét, az izraeli nagykövetségét. Ezt ő ugye megtette, mint bejelentés. Ez azt hiszem, hogyha visszagondolunk, Obamának is volt egy fő ígérete, méghozzá az, hogy ő bezárja a Guantanamo-i tábor. Semmit nem kell. Azóta rögtön meghosszabbította, ahogy lehetősége volt ennek a tábornak a működését. Tehát el lehet dönteni a két ember közül, hogy ki az, aki tartja a szamát, ki az, aki tartja az ígéretét, és ki az, aki lényegében hazudik a választóknak. Dani? Igen, és nagyon fontos, hogy ellenszél. Tehát itt nagyon komoly ellenszéllel küzdött meg Donald Trump, tehát
ciklusának az első hónapjaiban szinte megbénult az egész kormányzása, a saját embereivel kellett küzdenie. Hát az ő még most is küzdöget. Igen, de ahhoz képest, hogy mi különös volt. Különös tekintettel az FBI botrányra. Igen, és az első hónapokban emlékszünk, az embereitől sorra lőtték, le kellett őket váltania, és ahhoz képest most már sokkal jobb a helyzete Donald Trumpnak, és az eredmények tényleg őt igazolják. Az illegális bevándorlás terén is sikerült véghez vinni azt a rendeletét, ugye, amiből a 6 muzulmán többség országból kitiltotta a beutazást. Tehát itt látszik azt, hogy vannak eredményei, és az elkövetkezendő hónapokban az átfogó bevándorlásügyi törvény lesz az már az Egyesült Államokban, ami a fő vitát fogja indítani. Most Donald Trump ezt a törvényt tető alá szeretné hozni, és a republikánusok mellett demokratákat is meg szeretne győzni arról, hogy támogassák majd, amikor ezt el kell fogadni. Tehát látszik azt, hogy az illegális bevándorlás kérdése az Egyesült Államokban az továbbra is egy nagyon fontos napirendi téma lesz, és ez Magyarország számára egy kedvező folyamat, hiszen az Egyesült Államokban egy olyan törvényről fog majd szólni a vita, ami nagy mértékben a magyar álláspontot is osztja. Hát a végére egy fricska, azért azt hiszem, hogy belefér azok számára, akik bírálják Donald Trumpot, mert hogy Nobel békedíjra jelölték most már harmadik alkalommal, 2016 volt az első. Hát azok után, hogy ebben a bizonyos évértékelőben is úgy fogalmazott, hogy erővel a békéért. Hát hogyan tovább, akkor hogy is értelmezzük ezt a dolgot? Tehát Nobel békedély, de ugyanakkor erővel a békéért. Egyrészt ugye látszik a hozzáállásán, hogy mindenképpen szeretne egy békét és stabilitást létrehozni tulajdonképpen a világban, de nem úgy akarja, hogy az elődje, hogy akkor mindenki felé egyensúlyozva és mindenki felé szívességeket és engedményeket tesz, hanem lefektet olyan alapokat, olyan alapigazságokat, amihez valamilyen szinten a többi országnak is igazodnia kell. Tehát vagy azt mondják, hogy elfogadják, vagy azt mondják, hogy ezzel szembe mennek, és gyakorlatilag éppen ez az, amivel támadták őt, hogy itt majd Észak-Koreával háborúval fogja sodorni az Egyesült Államokat. Pont az ellentéte látszik egyébként az elmúlt időszakban, hogy igenis az észak-koreai diktátor is vette alapot, látja azt, hogy ez egy olyan karakterű politikus, akihez igazodni kell, és éppen ezért neki úgy kell majd viselkedni, és úgy kell viselnie magát, hogy Trump valóban egy karakter, és ahhoz képes kell meghatározni a politikát, és nem sodorhatja bele az országát az Egyesült Államokkal egy versenyzésbe és egy háborúba. Egy mondat, Dani. Nemzetállami érdek, tehát Trump ezt követi, Egyesült Államok az első, és ez úgy látszik, eddig működött. Azt nem tudjuk, hogy kitette ezt a javaslatot a Nobel békedíjra, de feltételezhetően nem lehet bárki, hogyha már ezt megtette. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és elfogadtátok a meghívásunkat. Kedves nézőink, ez volt az Eko Mérleg. Kollégáim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, találkozunk majd egy hét múlva. Viszontlátásra!